Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Hírodónk után magazinműsorunkat láthatják. Benne elsőként az FC Ajka hétvégi mérkőzéséről sugárzunk egy összeállítást. Kérem, tartsanak velünk! A Merkantil Bank Liga 10. fordulójában a 4. helyen álló Budaörsi SC volt az FC Ajka vendége. A hazaiak tudták, hogy nehéz mérkőzés vár rájuk, hiszen a budaörsiek a listavezető Gyirmótot is megverték többek között, ennek ellenére győzelmi szándékkal vonultak a pályára. Nagy szükség volt a 3 pontra az NB2-es bajnokság szempontjából, és egy siker a Szeged elleni vesztes Magyar Kupa mérkőzés bosszúságait is felettetni tudta volna. A vasárnap esti találkozón Kovácsi Zoltán, Víg Tarsonyi Gergő és Hofbauer Roland feladata volt a játékvezetés. A 6. percben az FC Ajkának volt nagy helyzete. Zámbó szabadrugása után a vendégkapus bravúrral tudta védeni a veszélyes fejest. A 20. percben Gőce ért le a rövidre egy kemény lapos lövés után. Az első félidő 2/3-ánál járt a mérkőzés, amikor Zámbó bal szélről érkező beadása üresen találta Császárt, aki 6 méterről mellé fejelt. A 41. minutumban OD nagy bedobása egy fejről került Gőce kezébe. Az 50. percben gólt szerzett az FC Ajka. Major passzolt a csereként pályára lépett Nagyhoz, aki szépen verte meg az emberét és kiszorított szögből a rövidre vágta a labdát. Szentpéterinek esélye sem volt. 1-0. Hat perccel a gól után Bogáté a jobb szélről tekerdve egy szabadrúgást, középen, ha körülményesen is, de sikerült az Ajkának a felszabadítás. Szűk negyed óra múlva Lattenstein végzett el szabadrúgást, Szentpéteri azonban megfogta a lövést. A rendes játékidő utolsó előtti percében a budaörsi Sabján Mátét műesés miatt kiállította a játékvezető, miután második sárgáját is megkapta. A fogyatkozó türelem egy másik játékost is elvett a vendégektől. Bogáti a hosszabbítás 5. percében kapott pirosat, szintén a második sárgalap után. Az 1-0-ás győzelemmel az FC Ajka előrelépett a tabella 9. helyére, a budaörs továbbra is a 4. pozíciót foglalja el. Gratulálok az Ajkának, az a baj, hogy sokat vesztettünk ezen a mérkőzésen a kiállításokkal. Nehéz egy kicsit, mert klasszikust akkor idézek, az igazság és a futball nem mindig jár kéz a kézben. Hogyan tovább? Szeretnénk, most 2 hazai mérkőzés következik, szeretnénk minél jobban szerepelni. A 2 kiállítás azért megfogott minket. A futball nem igazságos, de remélem, hogy ezt vissza fogjuk kapni, ami most nagyon elment. Hát a futball az ilyen játék általában, hogyha ha egy csapat jól játszik, akkor sokszor nem tudja megnyerni a meccset. Bár ma azt mondom, hogy jól kezdtük a meccset. Az első negyed órában volt 3 nagy lehetőségünk, de sajnos ugye csütörtökön Szegeden ugyanígy az első 3 zicserünket kihagytuk. Most ugyanezt megtettük a mai mérkőzésen, pedig arra hívtam fel a játékosok figyelmét, hogy ez egyik fontos dolog, hogyha az első akcióból, az első helyzetből be tudunk találni, akkor megkönnyítjük a saját dolgunkat. Persze be akarják ők ezt nyilván góllal fejezni, ezt a támadást, vagy ezt a helyzetet, de hát mostanában ez nem nagyon megy nekünk, nagyon kevés gólt tudunk elérni. A gól után azért látszott, hogy a budaörs nem a 4. helyen állt ugye a forduló előtt a tabellán. Nagyon jó csapatot is ismertünk meg a személyükbe. Jól sikerült a cserém, bár kényszerű csere volt, a Báló jól szállt be, és egy szép akció után megszerezte, mint később kiderült, a győztes gólt. Hát a mérkőzés vége kicsit nyögvenyelősen sikeredett, ugye ilyenkor azért az ellen, vagy a vesztéssáró csapat általában
próbál mindent megtenni az egyenlítésért, mint ahogy láttuk, kapusuk is fölment a szögletedni a szabadrugásoknál, de ma tudtam, hogy az ellenfélnek jók a pontrugásai, Bogáti nagyon jól rúgja őket, ezért egy magas csapatot állítottam föl, ugye Csaszit kiáposztam a középpályára, aztán kényszercsörötem visszament a helyére, tehát úgy érzem, hogy le tudtuk védekezni azokat a lehetőségeket, amiből ők gól tudtak volna elérni, így azt mondom, összességében megérdemelt a győzelmünk.